Ahogy az előbbiekben is hallhatták, idén is zöldzal vetélkedő kezd helyen, és a főszervezőt kérdezem már itt a stúdióban, Verbi Juditot, a Fejér György Városi Könyvtár főkönyvtárosát és lelkes szervezőjét ennek a vetélkedőnek, immár sok-sok éve töretlen a népszerűség az idei évben is a vetélkedő iránt? Igen, már érkeztek be a megoldások a könyvtárba, az egyik iskola tanulói már a szünet előtt megoldották, másfél évtizedes hagyománya van ennek a vetélkedőnek, és a Covid-járványnak a következményeképpen nem csak papír lehet kitölteni, hanem a középiskolás és a felnőtt lakosságot sem zárjuk ki ebből a kis környezetvédelmi és a térséget jobban feltáró kis játékunkból, úgyhogy arra buzdítok minden mindenkit, hogy van még egy hét, és aki a honlapunkon megnézi ezt az online feladatlapot, akkor bárki nyugodtan játszhat, van hozzá egy kis iránytő, hogyha nem tudja valaki a választ fejből, akkor hol lehet utána járni. Mindig van egy témája, ami köré szerveződnek a kérdések, meg az egész vetélkedő. Ez a 2024-es esztendőben mi lesz? Az idei évnek a fókuszában a gyógynövények állnak. A papíralapú és az online feladatsor nem teljesen ugyanaz. Az általános iskoláknak van ugye papíralapon a feladatsor, amiben mindig van egy szövegértési feladat, viszont mind a kettőben a közös fókusz a gyógynövények. Ez egy kicsit érdekes téma, és úgy gondoltuk, hogy kicsit kitekintünk, hogy nem csak az állat és a növényvilágra fókuszálunk, hanem hogy ezek a növények valóban mire használhatók, és hogyan tudjuk őket felismerni. Ismerni. Ezért gondoltuk, hogy most ezt tesszük be a fókuszba. Több fordulós a verseny, mit érdemes a lebonyolításról tudni? A papír alapon az első fordulót az általános iskolás tanulók mához egy hétre április 9-éig küldhetik be. Ennek ez az oka, hogy minden iskolában máshogy alakult a tavaszi szünet, és próbáltunk egy konszenzusra jutni a dátumot illetően, és az online feladatlapot is a felnőtt lakosság április 9-éig töltheti ki a honlapunkon. Van egy döntő, hogyan kerül erre a behívás? Az iskolás tanulók, akik beküldik a papíralapú feladatsort, értékeljük enyénenként ezeket a feladatlapokat, és minden iskolában a legjobb négy tanulót hívjuk a május 6-án hétfőn megrendezésre kerülő döntőre. Ez nyilván nem csak egy verseny, hanem most azért sokat hallunk a fenntartható fejlődésről, a klímatudatosságról, a környezetvédelemről, tehát ez egyfajta edukáció is. Igen, ez szívügyünk, egyrészt a Balaton és a környék szeretete, és az, hogy ugye az utókornak ezt valamilyen módon továbbítani kell ennek a megismerését, a védelmét, és a döntőben általában nem az írásbeli készséget helyezzük előtérbe, hanem mindig valami kreatív feladatot adunk a gyerekeknek, amit nagyon-nagyon szoktak élvezni, és látjuk azt, hogy hogy nem hiába való a munkánk. Egymást tanítja egyébként a fiatal korosztály és a, és a felnőtt, lakosság, és, és ezért is történt bevonásra a felnőttek közössége, hogy ők se maradjanak ki ebből? Én azt gondolom, hogy mivel mi egy nyitott intézmény vagyunk, a kollégáimmal együtt, nagyon sokat megtapasztaljuk, hogy a felnőtt lakosság is szeret játszani, és akkor, hogyha már a közös szeretetünk a Balaton és a környező vidék iránt megvan, akkor hadd mindenki. Mi a tapasztalat azok, akik részt vesznek benne, mennyire felkészültek, tehát milyen arányban vannak mondjuk a helyes válaszok? Miután megadjuk azt a lehetőséget, hogy hol lehet utána járni, ugye ez egy kicsit a szakmánk része is, hogy az információknak a begyűjtése és a megszerzése, én azt tapasztalom, hogy az online feladatsor kitöltői sokkal jobban használják ezeket a forrásokat. Verebi Juditnak, a Fejergyagyváros a Könyvtár főkönyvtárosának és a Zöldzol a vetélkedő főszervezőnek nagyon köszönöm, hogy elfáradt hozzánk és mindezeket elmondta. Köszönöm a lehetőséget.